Adjon Isten mindenkinek! Mai kirendelés Esztergom, Bazilika, Magyar Sion, modell. Sötét kapu, ott voltak az oroszlánok egy időszakban. Az esztergomi érsek ezen a területen lakott a váron kívül, vagy hát a palotán kívül, majd beköltözött erre a területre. A királyi palotát lerombolták volna teljes egészében, alapjaitól fogva. Ez itt a dunai rész. Innen eltüntettek volna mindent. Mátyás király dolgozó szobáját szintúgy, és ami alatta van, alagútrendszer, barlangrendszer, azt is teljes egészében pusztán keresztény felebaráti szeretetből. Kupolának a vas szerkezete, mert nem fa szerkezetű, hanem vasból van. Ennek itt van a kicsinyített mása, hogy így néz ki. A Mária Valéria híd feleli oldalon az egyik része meg van rottyanva, körülbelül 40-50 centit. Biztos, hogy sok hazugságtól rájuk szakad a mennyezet. Ez a tetőszerkezet viszont a főhajónak a tetőszerkezetét mutatja gerendázattal. A függesztő és feszítőművek jól láthatóak. Ezt szerettem volna megmutatni, Isten áldjon benneteket!